Gyula Porcibánok. Benvenuti, bonjour. Buongiorno. Bene, è un grandissimo piacere darvi il benvenuto alla quarta settimana della cucina italiana nel mondo. Robotkívánok, hogy én is uraim, nagyon remélem, köszöntöm Önöket az immáron negyedik alkalommal megrendezendő olasz konyha világhetén. È un'iniziativa a livello globale che tutte le ambasciate nel mondo organizzano in questi giorni. Az egész világon, ugyanezekben a napokban, minden olasz nagykövetség megrendezi ezt a hetet. Allora, intanto do il benvenuto alla star di questa giornata che è atterrata da pochissimo dopo un viaggio infinito che la porta dalla Cina, è la chef Cristina Bauermann. Un applauso! Benvenuta Cristina! Az iménti taps az igazi sztárnak szól, Cristina Bauermannnak, aki egy végtelenül hosszú utazás után Kínából éppen ma reggel érkezett. E per me anche un grandissimo piacere dare il benvenuto alla scuola di Tor Carbone. E riconoscere la preside Cristina Tonelli. Cristina, benvenuta. Un saluto a tutti, tutti sanno dove sei. Cristina Tonelli, si va a prendere. Al professor Santo Donato che ci sta riprendendo. Santo Donato, professore da Pietra. Al professor Luciano Spartaco Di Carlo, dove sei? Eccolo, dov'è? Luciano, eccolo, là, diciamo, ben arrivato. E' anche un grandissimo onore avere qui con noi l'Istituto Datini di Prato. Datini, ben arrivati. E l'Istituto Aldo Moro di San Cesaria Terme. Aldo Moro, San Cesaria Terme. E ovviamente un calorosissimo benvenuto ai nostri amici ungheresi e ai nostri giornalisti che daranno un'ampia copertura di questa bellissima iniziativa. Természetesen szívesen köszöntöm kedves magyar barátainkat és újságírainkat, akik remélem majd részletesen beszámolnak erről, amit ma hallanak. Questo è un evento che l'ambasciata d'Italia a Budapest organizza in collaborazione con l'ICE, con l'Istituto Italiano di Cultura, con la Camera di Commercio Italiana in Ungheria e con l'Accademia Italiana della Cucina. Ezt a rendezvényt az olasz nagykövetség az ICE-vel, az Olasz Külkereskedelmi Intézettel együtt, valamint az Olasz Kultúrintézettel, valamint a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával és az Olasz Konyha Akadémia delegációjával Magyarországon együtt rendezünk. E ovviamente io riconoscerò poi tutte le organizzazioni che ci hanno sostenuto, i nostri sponsor, lo dirò tra un pochino. Nem sokára természetesen azokat a szervezeteket és sponsorokat is megemlítenek, hogy segítettek. Allora, siamo giunti, dicevo, alla quarta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e l'obiettivo di questo evento è quello di promuovere la cucina di qualità nelle sue importanti declinazioni, la cultura, la ricerca, l'innovazione, la biodiversità e l'identità dei territori. Ahogy mondtam, negyedszerre rendezzük meg ezt a konyha világ, olasz konyha világhetét. Ebben minden minőségi aspektusára kitérünk, a minőségtől kezdve a biodiversitáson, a kultúrán. La Settimana della Cucina nasce come eredità di Expo Milano 2015 ed è portavoce della filosofia italiana della nutrizione, dell'educazione alimentare e della corretta informazione dei consumatori. Ez a világhét a 2015-ös Milánói Expo örökségeként születik, és küldetése nem más, mint a helyes táplálkozás, az ezzel kapcsolatos nevelés, edukáció, illetve helyes információ átadása. Il tema centrale di questa edizione, questo lo dico ai nostri amici giornalisti, è l'educazione alimentare, la cultura del gusto. Quindi ripeto, l'educazione alimentare, la cultura del gusto. Éppen ennek a mai negyedik világhétnek a fő filozófiája, illetve fő mottoja, étkezési edukáció, illetve az ízlésre való nevelés. E allo scopo di diffondere la consapevolezza della relazione tra cibo e salute, che è assolutamente fondamentale, ma anche di offrire ai consumatori nuove esperienze sensoriali. Természetesen szeretnénk, hogyha az ételeket fogyasztók tudatosan figyelembe vennék az egészséges életmód és a táplálkozati kapcsolatot, és természetesen az innovációval sem akarunk elmaradni. Come tutti sapete, mangiare è una cosa magnifica, è un'esperienza sensoriale completa perché coinvolge tutti e cinque i nostri sensi. Noi abbiamo i profumi, le forme, i sapori, ci guidano alla scoperta di cibi e dei loro ingredienti naturalmente.
mint ahogy önök is tudják, étkezni valóban egy csodálatos dolog, egy mennyei utazás, mind az öt érzékszervünkre hat, az illatokon, a formákon, a látványon, az érzékelésen keresztül, egy igazi kaland, egy igazi utazás. Ma dietro tutto questo non è che è nato in una notte, attenzione, c'è la mano sapiente dell'uomo che coltiva le materie prime e dell'arte culinaria che le combina e le trasforma in piatti dai sapori unici. Természetesen ez nem egy csapásra születik, egy hosszú hagyomány, amelyben nem csak az étel elkészítése, amit tudós kezek készítenek el, hanem az ember alkotta, illetve művelte nyersanyagok termelése is nagyon fontos ehhez, amelyet aztán összekombinálni. E voi se lo sapete, adorate la cucina italiana, e l'elemento distintivo della cucina italiana è proprio la sua unicità, resa possibile dalla ricchezza e dalla diversità di produzioni del nostro territorio e dall'arte del saper fare le cose, dove tradizione e modernità si fondono sempre. És önök is gondolom, szeretik az olasz konyhát, mint ahogy a világon mindenütt, és ennek van alapja, ahogy már szó esett, a kiváló termékekről, nyersanyagokról, de természetesen maga a konyha, a művészet, az elkészítés módja, a savoir-faire, és természetesen a modernitás és a hagyomány ötvöződik ebben. Le cucine dei ristoranti italiani, come sapete, sono dei laboratori di idee, sono delle fucine di formazione. E sono orgoglioso di dire che la guida Michelin Italia 2020 ha premiato 374 ristoranti, 11 ristoranti con 3 stelle, 35 locali hanno ricevuto 2 stelle e a 328 è stata assegnata una stella, un numero importantissimo. Az olasz éttermek és konyhák valódi laboratóriumok, igazi műhelyek, és nagyon büszkén mondhatom, hogy a 2020-as évre a Michelin katalógus összesen 374 olasz éttermet díjazott. 11-et 3 csillaggal, 35-öt 2 csillaggal, és 328-at 1 Michelin csillaggal. Ma noi vi daremo un po' di questi elementi anche per iscritto, credo Teresa, per aiutarvi nel lavoro difficile che avete poi voi. Természetesen, hogy írásban is kapnak adatokat, hogy könnyen legyen az újságcikk megírása. Ma un punto io penso che sia assolutamente centrale, che di fronte ai cambiamenti degli stili di vita, al diffondersi di cattive abitudini alimentari, al crescente problema dell'obesità, la ricetta italiana è incentrata sull'educazione, sulla corretta informazione, sulla prevenzione e nel promuovere il modello alimentare italiano basato sui principi della dieta mediterranea. Ebben a korban különösen fontos az úgynevezett mediterrán diéta, és az az étkezési kultúra, amelyet az olasz konyhának köszönhet a világ, hiszen sok krízisen megyünk keresztül, a táplálkozásai szokásaink egyre rosszabbak, sajnos világméretű problémák is vannak, gondoljunk csak az elterjedt túlsúlyosságra, úgyhogy az erre való nevelés igazán elengedhetetlen és szükséges. Dieta mediterranea, lo sapete bene, che è un patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, un modello alimentare sano ed equilibrato. Mint ahogy önök valószínűleg tudják, a mediterrán diéta elismerte az UNESCO, mint immateriális világörökséget, és amely jelképezi nem csak a finom és jó étkezést, hanem az egészséges táplálkozást is. L'arte nella cucina la state guardando in questo momento con Cristina, guardate con quanta attenzione, tanta sapienza, è un'arte effettivamente guardare che cosa esce da questi laboratori alla fine. És miközben én beszélek, hogy megfigyelhetik, hogy micsoda részletes figyelemmel Cristina éppen dolgozik, és milyen valódi művészet az éppen elkészítésé. Perché poi quello che sta cucinando Cristina, voi lo assaggerete, attenzione. És aztán az, amit elkészít, nem csak nézzük, meg is fogják kóstolni. Quindi come l'esca che viene data al pesce, io vi sto spiegando un po' di cose, le sto condividendo con voi, sapendo che i profumi vi rendono sempre più attenti rispetto a questo accattivante scenario. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a halnak bedobom a csalit, miközben beszélek, egy kicsit felvezetem ezt a témát, de gondolom, hogy az illatok már eléggé elrabolták az orrukat és a szagásokat. Bene, che cosa facciamo questa settimana? Nos, mi lesz ezen a héten? Beszélünk erről. Sarà una settimana ricca di eventi. Rengeteg rendezvény lesz. Avremo tre scuole alberghiere. Három vendéglátóipari iskola is megmutatja magát. Dove giovani ragazzi, tra l'altro ne vedete diversi oggi, che sono oggi qui presenti, si esibiranno nella preparazione di raffinate pietanze,
seguiranno i seminari della professoressa Luisa Tori, questo nel corso della settimana, intendo, che ci condurrà alla scoperta del profumo dei mostri dell'aceto balsamico abbinato alla friabilità del parmigiano reggiano. Fiotolok, fogjátok, akik a tradíciós fognak látni, ezek a vendéglátó iparai iskolákból különleges ételeket elkészíteni, és egy szemináriumon fognak részt venni, amelyet Luisa Tori fog vezetni. És a Balzsa medszet rejtelmeibe fog minket elvinni, amely kitűnően párosul a kitűnő parmezán sajtal. Vi porteremo poi alla scoperta della dolcezza del prosciutto di Parma. Aztán az édes pármai honkát is meg fogjuk tudni kóstolni. Poi avremo una cosa molto interessante che sarà una conferenza con la Nebi ungherese per utili informazioni a coloro che lavorano nella ristorazione. Aztán az egy nagyon érdekfeszítő szakmai előadásuk, a Nebi előadása arról fog szólni, hogy mit kell figyelembe venni annak, aki vendéglátásban dolgozik. Poi avremo un enologo che ci guiderà in un interessante percorso di abbinamento tra cibo e vino. Aztán lesz egy borszakértő, egy borász, aki majd segíteni fog abban, hogy hogyan párosítsuk az ételeinket a jó borokkal. E infine un viaggio interattivo e sensoriale tra i piatti tipici di alcune regioni italiane. És végül egy interaktív és érzéki utazást fogunk tenni különböző olasz régiók konyháiban. E se noi siamo riusciti a fare tutto questo, lo dobbiamo ovviamente moltissimo anche ai nostri sostenitori, ai nostri sponsor, che ringrazio sentitamente. E se ci avessimo fatto, allora sicuramente sponsor che ringrazio, che ringrazio. E sono nomi molto importanti che voi conoscete. E sono molto importanti, come anche voi conoscete. Intanto il progetto Made in Italy. E adesso c'è il Made in Italy project. Il consorzio del formaggio parmigiano reggiano. Aztán a parmesan sajt konzorciuma. Il consorzio del prosciutto di Parma. A Parmai Sonka Consortiuma. Il consorzio produttori aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. A Modenai DOP hagyományos balzsamecet konzorcium. L'associazione esperti degustatori aceto balsamico tradizionale di Modena. És szintén ehhez kapcsolódó szervezet a professzionális modenai balzsamecet kóstolói konzorcium. La Sofidel. Sofidel. Il frantoio Paolocci. A Paolocci frantoio, vagyis oliva. Il consorzio di tutela Bresaola della Valtellina. Aztán egy olyan konzorcium, amelyik a Valtellinai Bresaola védelmében jött létre. L'azienda Pedranzini. A Pedranzini cég. Casale del Giglio. Casale del Giglio. Ballivini. Ballivini, Borok. E Ferrero. E Ferrero. E oggi avremo il piacere di degustare alcuni di questi fantastici prodotti. Ma lesz alkalmunk néhány kitűnő terméket megkóstolni. State tranquilli, perché sono... ne ho ancora 32 di pagine, sì, sì, state tranquilli. Még van 32 oldalam, ma legyen a prima periode. So che poi... sarò veloce. Devo calibrare con la velocità con la quale la Cristina sta cucinando, perché Cristina alle 13 deve andare in aeroporto di nuovo. Gyors leszek, mert Krisztina gyorsaságával föl kell érnem, 13 órakor már a reptéren kell lenni. È arrivata dalla Cina, poi è andata credo a Kiev, poi è arrivata a Budapest. E dove vai Krisztina alle 13? Torna a Roma, capo punti. Kína, Kiev és Budapest után végre visszatér Romába. Finalmente un weekend, torna a lavorare. Krisztina, come si chiama il tuo ristorante a Roma? Glassosteria. La? Glass. Glass Osteria. A római éttermét Krisztina, aki figyelmük ajánlom, úgy hívják, hogy Glass Osteria. Non devo dire nulla, andate sull'internet. Semmit nem kell mondanom, nézzék meg a neten. Complimenti, veramente un onore averti, Krisztina. Gratulálok, nagyon tiszteltek és hogy itt vagy velünk. E allora appunto parlo di Cristina. Úgyhogy akkor most róla beszélek. Ma non ti voglio distrarre troppo, perché noi siamo molto interessati a vedere queste meraviglie. Sto massaggiando. De nem akarom elvonni a figyelmedet. Quindi oggi abbiamo il piacere, l'onore di avere qui, nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Budapest, la chef stellata Krisztina Bowerman. Úgyhogy itt a nagyköveti rezidencián nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük a Michelin csillagos séfet Krisztina Bowerman. Una eccellente donna chef che risalta in un universo, quello della cucina, che vede forse una prevalenza ancora maschile. Egy kitűnő séf egy olyan világban, ahol elsősorban a férfiak uralkodnak, ott egy nőnek megállni a helyét nem könnyű. Possiamo dire che Krisztina ha abbracciato la carriera di chef per scelta.
Ő a séf hivatást választotta. Lei è laureata in legge. Jogi végzettsége van. Fa una specializzazione negli Stati Uniti. Ezután az Egyesült Államokban diplomázik. Dove è un passò, era successo anche a me negli Stati Uniti. Nel mentre lavora in una coffee house a San Francisco. Ahol egy San Francisco-i coffee house-ban dolgozik, miközben. Decide poi di prendere il suo diploma in culinary art sempre negli Stati Uniti. Úgy dönt, hogy ott az Egyesült Államokban culinary art diplomát szerez. Io non ho alcun diploma di culinary art, voglio dire. Nekem semmilyen ilyen végzettségem nincs. E quindi da questo momento, da quel momento, e parliamo del 1998, si dedica con passione, determinazione e creatività alla cucina. È così, Cristina, no? És azóta, 1998 óta, nagy szenvedéllyel, teljesen a konyhának szenteli magát. Ma il richiamo della casa è sempre più forte. Tehát mindig hazahív az ember otthona. E Cristina nel 2005 rientra in Italia e approda prima al Convivio Troiani a Roma e poi a Glassosteria nel quartiere di Trastevere. Ezért 2005-ben visszatér hazájába, és Rómában először megnyitja a Convivio Troiani, majd pedig a Glassosteria. Che è successo? Ma che caruta!